Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, mi szó is, október 20-án. Elmesélek nektek valamit. Chandrám, a hold, beleszeretett Rohiniba. Rohini az a hajnalt szimbolizálja. A hold megkérte a kezét, és Rohini édes apja azt felelte neki, igen, elveheted a lányomat feleségül, de neki vannak még testvérei, nővérei, azokat is el kell, hogy vegyed. A hold összeházasodott 27 lányjal. Ezek mind testvérek, és minden nap meglátogatja a feleségeit. A nagy szerelem természetesen Rohini. A legidősebb testvért vagy nővért Iestának hívják. Ez nem egy öreg lány, hanem valaki, akire felnéz mindenki, mert olyan szép, olyan bölcs, és megvan ez a belső ereje, ez a belső tudása. A mai napon a hold Iestával találkozik, mert a hold a Iesta holdházban található. Ez a történet hozzá az indiai mitológia szerint. Ez érezhető a mai napon. Valaki felnéz ránk, vagy jó gondolataink vannak, ötleteink, bölcsek vagyunk, és ez a tudás most kisugárzik. A hold a mai napon eléri a lefele mozgó holdcsomót, kétod, és így ilyen kármikus témákat idéz elő nálunk. A Ketunál, ennél a lefele mozgó holdcsomónál a múltról van szó, és az emlékekről. A mai napon a hold egy úgynevezett trigón kapcsolatban áll Mars bolygóval. Érezzük az erőnket, és ez a trigón kapcsolat kihat a férfiakra, és kimutatják az érzelmeiket. Minden olyan harmonikus. Igen, így tűnik, viszont ez a visszatekintő Mars bolygó Jupiterrel még mindig egy kvadrát aspektusban áll. Ezek kihívások, nehézségek. Milyen területen? Itt igazságtalanságokról vagy egy bírósági ügyről van szó. De az is lehet, hogy ők most eltúloznak valamit, és emiatt vannak itt korlátozások. A hold a mai napon egy kvadrát aspektusba lép Vénusz bolygóval, amit mi, hölgyek, érzünk, ez is egy kihívás, de ez nem tart sokáig, mert a hold sokkal gyorsabban mozog, mint a bolygók, ez így pár órán keresztül lesz érezhető a mai napon, ez megoldható. És ez volt a mai felvételem, mi szó is, október 20-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!